Több milliárd forintos fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben Kisvárdán. A városban többek között új stadion, sportszálló és egy különleges ökofilmpark is épül, valamint 1 milliárd forintból teljesen felújítják a várat. Vannak beruházások, amelyek már el is kezdődtek. Kisvárda olyan fejlesztéseket, beruházásokat szeretne megvalósítani a következő években, amely a térség turisztikai vonzerejét növeli, valamint a város infrastruktúráját is javítja. Nagyságrendileg 5,1 milliárd forint fordulhat utak építésére. A város polgármestere Leleszi Tibor a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Talán érdemes szétválasztani ezeket a fejlesztéseket, beruházásokat, hiszen a következő években tényleg bővelkednek beruházásokban, fejlesztésekben, úgyhogy lesznek célzott állami támogatással megvalósuló beruházások, lesznek saját erős beruházások, és az úgynevezett toppos programban is pályáztak több fejlesztésre. A város elfogadta a költségvetését, az idei költségvetését. Milyen mozgástere van a költségvetésen belül? Milyen fejlesztésre fordulhat a költségvetésen belül? Hát hála Istennek, a költségvetésünk az egy biztos évet, jövőt jósolhatunk magunknak, ami beleférnek fejlesztések is. Ezen kívül a célunk az, hogy a már elnyert és úgymond megkapott pályázati lehetőségeket befejezzük, megcsináljuk. Ez több területre épül, első szó is volt róla a turisztikára. Egy turisztikai attrakció összefogva a környezettel, és ebben benne van több terület, benne van a vár teljes rekonstrukciója, tehát a középkori régi történelmi útunknak a visszaállítása a vár esetében, ami egyben megtartja azt a funkcióit a feltárás után, megkapja a régi történelmi alakját, a reneszánsz korra jellemzőt, illetve marad a színpad, a színház is megmarad a várban. Azt követően nyilván kapcsolódik hozzá egy másik területen a középkorhoz egy nagyon komoly sportberuházás, szint a stadionról volt szó, egy UEFA C kategóriás stadion épül, emellett pedig egy nagyon komoly várfürdő rekonstrukció indul el balneológiával, amihez kötődik egy szálloda is, egy 54 szobás szálloda, és emellett pedig még egy ökofilm park, ami egy nádas tóra épül, ahol meg fog eleveni tulajdonképpen az a filmgyártásra, Kisvár és környékéről elszámolt híres filmesekről szól, meg fog eleveni tulajdonképpen egy film Disneyland, mondjuk így, időzőjelbe, ahol megtalálja mindenki megfelelő szórakozási lehetőséget. Ezek a fejlesztések milyen tematikára épülnek fel, vagy milyen koncepcióra épülnek fel? Mit hoznak majd a városnak ezek a fejlesztések? Nagyon szeretnénk azt, hogy egy különleges attrakció legyen a turizmusban, tehát az, hogy szeretnénk Kisvárdát közelebb vinni, akár Budapesthez, vagy a Nyugat-Magyarországhoz, illetve nyilván a hagyományos vendégeink, akik Felvidékről, Kárpátaljáról érkeznek, őket ellátni, és ne csak az legyen, hogy a gyógyfürdőt tudják igénybe venni, balneológiában ott tudjanak aludni most már, és részt tudjanak venni a környező települések programjain, összekötve a Rétközi tóval, ami egy nagyon közel fekvő tó, kerékpárutakkal, ott meg nyilván kihasználva a bizatta lehetőségeket. Ezen kívül színházba tudjanak elmenni, a Várszínházba, legyen meg a sportban adott lehetőségek, és ez az a jó, hogy ez mindez egy helyen van, néhány száz méterre van egymástól. Ezek a létesítmények, a Rétközi tó is 5 kilométerre van a várostól, 10-re a Tisza. Ez egy olyan adottságot fog jelenteni a város és környezetének, a településeknek, ami azt hiszem, hogy vonzóvá tehető. Az szeretné mindenki, hogyha a turizmus az húzó ágazat lenne, vagy lehessen, és több ilyen irányú beruházása lesz több nagy városnak is itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem lesznek egymásnak versenytársai a nagyvárosok? Hát mi azt szeretnénk, hogy azt mutassuk meg, ami ránk jellemző, Kisvárda és környékére jellemző, és eddig is már építettünk egy vendégkört. Nagyon komoly vendégkörünk volt, ahogy elhangzott, a Felvidékről, Szlovákiából egy hétvégén több ezer turista kereste fel Kisvárdát, ugyanúgy Kárpátaljáról, és erre építenénk. Azt követően nyilvánvalóan ezt tágítanánk, ezt a kört, ahogy mondtam, hogy nagyon szeretnénk közelebb vinni Kisvárdát a Közép-Magyarországhoz, akár Nyugat-Magyarország, és akár még tovább lépni ezen. Ahhoz, hogy
ezek a fejlesztések megvalósuljanak, tehát a turisztikai fejlesztések célba érjenek, és ténylegesen növelni is tudják a vendégészakák számát, ehhez infrastruktúra is kell, ahogyan említette már a szállodát, lesz egy olyan szállodája, egy olyan négycsillagos szállodája Kisvárdának, amilyen a környéken még nincs, tehát ez már önmagába véve is kuriózum lesz. Milyen egyéb fejlesztések fognak még ehhez társulni, infrastruktúrális fejlesztések? Nyilvánvalóan az nagyon fontos, hogy a város jó megközelíthető legyen. Tehát itt épülnek új utak, elkerülő utak, tehát hogy leválasztva a turizmust, leválasztva a gyárnak a cégek felé beszállítással együtt, tehát körútak épülnek, déli elkerülő út fog megépülni, megépül későbbi tervben az északi elkerülő út, tehát ilyen értelemben a város mentesül a teherforgalomtól, így a turizmus számára ez vonzóvá válhat, hogy akkor könnyen megközelíthető lesz, körforgalmakat lehetne sorolni, több helyen lesz körforgalom, a várdai, krucsai kereszteződésben már elkezdtük építeni, a hármas út környékén elkezdtük építeni, tehát vagy elkezdjük építeni, pontosabban még ez nem kezdődött el, és én azt hiszem, hogy ezt mind egymásra kell építeni. Egymásra kell építeni, és ehhez még az is hozzátartozik, hogy olyan munkahelyeket próbáljunk teremteni, hogy valamilyen módon ott kell tartanunk a városban a fiatalságot. Nekem nagyon nagy törekvésem, több fórumon már elhangzott, pénteken is lesz egy ilyen ifjúsági fórum, hogy nekünk gondolni kell a jövőre, és szakembereket Kisvárdán kell, hogy maradjanak, és tovább tudják vinni, tehát fenntartsák majd azokat a beruházásokat, létesítményeket, amit a jövőben muszáj, hogy nagyon jól működtessünk. Erre vonatkozóan mi a jellemző? Kisvárdán ott maradnak-e a fiatalok? Szeretnének-e ott maradni a fiatalok? Gondolom, hogy látják, hogy mi a tendencia. Én azt látom, hogyha a lehetőséget meg tudjuk teremteni, ez értendő munkahelyre, egy olyan lakás állomány létrehozására, ahol tudunk adni kedvezményeket első években, akkor biztos vagyok benne, hogy igen. A közösségi főiskola, ami elindult önöknél, az egy újfajta vonzerő is lehet tulajdonképpen. Hogyan működik, miként indult el? Hát hál' Istennek a közösségi főiskolák közül a kisvárdai az, ami nagyon jól működik és elindult. Nem volt hallgató gondunk, túljelentkezés volt. Most nem emlékszem a szám, de 8-szoros sem emlékszem az agrármérnöki karra, és ebből 25 hallgatót vettek fel, és abból 2 volt nem állami finanszírozott. Tehát nagyon jó átlagpontszában kerültek be. Bízom benne, hogy a jövőben is ez hasonló irányok lesznek, és ebben azt szeretnénk elérni pont a letelepedés miatt, hogy a duális képzés induljon el, ami azt jelenti, hogy a meglévő gyárakban, illetve az épülő gyárakban ők már a első, úgymond kapavágástól kezdve ott legyenek, vagy a szállodában a vendéglátó turizmusra járó, szakra járó hallgatók rögtön megismerjék, és mire végeznek, már olyan szakemberekké váljanak, akikre nyugodtan rá tudjuk bízni a működtetést. Milyen új munkahelyek létesülhetnek Kisvárdán? Nagyon bízunk benne, hogy több munkahely létesül. Most mindenütt még az alapok vannak meg. Nagyon sok, hála Istennek, a nyitottság, érdeklődés, ami talán úgy gondolom, hogy publikus lehet már. Beszéltem már a csigagyárról, ami egy francia cég, akik nyilván étcsiga feldolgozás mellett foglalkoznak majd tisztagyártással. Ezen kívül a tangazdaság területén egy nagy fólia sátor termelésben kimondott kóser termékek gyártása, ez brokkolit, karfiol, káposzta, aminek a piaca az egyértelműen az Egyesült Államok és a környező olyan zsidó közösségek, ahol erre igény van. És talán a legnagyobb beruházás, amit nagyon szeretnénk, hogy révbe ilyen Nemirov vodka gyárnak a letelepedése. De ezek tárgyalási szinten vannak. Tárgyalási szinten vannak, így van. Na, egy picit térjünk vissza a beruházásokhoz. Az elmúlt, mondhatom, az 2-3 évben, hogyha valaki Kisvárdára eljutott, bement a belvárosba, láthatja, hogy milyen változáson ment keresztül, nagyon sok intézmény és az egész város arculata megváltozott, de még nem ért véget az ilyen jellegű fejlesztés vagy fejlődés. A belvárosban is több épületet fel fognak újítani ebben az évben. Így van, tehát szeretnénk visszaadni azt a milliót, azt a polgári környezetet, ami volt a múlt századfordulón, ahhoz hasonlóan, és ezeket az épületeket felújítani. Kívülről egy részét sikerült már felújítanunk, és tehát ez a következő célunk az, hogy akár
pályázati forrásból, akár saját forrásból is egy olyan lakásokat alakítsunk ki, vagy akár ha szükséges, akkor apartmanokat, ami kiadhatóak. Én gondolok itt a fiataloknak olyan házakra, ami vonzóvá tesz, hogy itt maradjanak. Én bízom benne, hogy ez a néhány éven belül ezt meg tudjuk oldani. Köszönjük szépen, polgármester úr! Nagyon köszönöm!